Sokan kritizálják Magyarországot azért, mert nem ratifikálta még a svéd és finn NATO csatlakozást. Ennek ön szerint egyébként milyen okai lehetnek, hogy mi ezt még nem tettük meg? Ugye Törökország a másik fél, aki nem tette meg, a többi ország ezt már megtette, és egyébként egy ilyen lépéssel, ha ezt így egy picit húzzuk, akkor lehet-e bármilyen, hogy is mondjam, előnyökhöz jutni ebben a szövetségi rendszerben? Ez éleslátó a kérdése, de tehát elmondták, a magyar miniszterelnök is megerősítette, hogy év végéig a parlament ratifikálni fogja ezeket a igényeket, ha úgy tetszik, tehát, hogy Magyarország nem lesz renitens ebben a kérdésben. Az, hogy a többiekhez képest halasztódni látszik ez a kérdés, emögött állhatnak reálpolitikai megfontolások, olyan is, hogy akár kérünk cserébe valamit, de hát ilyen a nagy politika. Tehát vannak érdekek, az érdekeket érvényesíteni kell. Magyarország nem mondta azt, hogy keresztbe fog feküdni ennek a történetnek, azt is mondta, hogy évvégéig meg fog történni, de hogyha emögött vannak kérések, érdekek, igények, azt szerintem csak okos politikának lehet nevezni. Lehet, hogy ez túl reálpolitikus volt, de mégis így működik a nagy politika. Nos, ha még azt a képet nézzük, hogy a nyugat hogyan látja Magyarországot, olyan kritikák, vádak is érkeznek Magyarországgal szemben, hogy orosz barát, sőt, Putyin trójai falovának is nevezte valaki ugye az Orbán kormányt, vagy Magyarországot. Mennyire lát ebben ön bármilyen igazság magvat egyébként, és ugye azzal szokott egy kicsit védekezni talán az Orbán kormány, hogy lavírozni kell, mi egy kis nemzet vagyunk, nagy hatalmak között a geopolitikai elhelyezkedésünk miatt muszáj, hogy mindenkivel jóba legyünk. Ez valóban erről szól? Szerintem nem a mi pozíciónkat kell ehhez elsősorban megérteni, hanem azt a képet, hogy Európa gondolkodik a háborúról. Európa úgy gondolkodik a háborúról, hogy ebben a kérdésben hasít. Hogyha nem áll be valaki a sorba, akkor az Putyin trójai falova. Akkor az Putyin szekerét tolja. És hogy annak az érvelés alapú vitának, vagy érvelés alapú demokráciának, amit szerintem a magyar miniszterelnök képvisel Európában is, hogy azt mondja, hogy a szankciók nem jók, nem vezetnek közelebb a békéhez, Oroszországot nem kényszerítik térdre. Ráadásul Magyarország nemzeti érdekeivel, a magyar emberek érdekeivel ellentétes a szankció. Ezt az álláspontot onnan nézve, Európa felől nézve úgy tekintik, hogy ez Oroszország párti. Szerintem ez marhaság. Egész egyszerűen az, hogy itt most égnek a fények, meg tudunk beszélgetni, az annak köszönhető, hogy hozzá kell férni ahhoz az energiához, ami sajnos azzal a szóval írható le, hogy kitettek vagyunk az orosz piacnak. Tehát lehet őrült politikát csinálni, de annak vannak társadalmi következményei. Nem fogunk tudni fűteni, nem fogunk tudni világítani. Ön is említette azokat a példákat, amelyek a sebezhetőséget mutatták, a kőolaj vezeték kérdése, az északi áramlat problémája. Ezek mind politikai akciók voltak, amelyek rá akartak mutatni Európa gyengeségére és sebezhetőségére. Szerintem egy nemzeti kormánynak az a dolga, hogy felelősséggel tartozik a mi szavazatunkért. Tehát elsősorban a mi érdekeinket kell képviselje. Ez pedig sajnos az energiabiztonság kérdésébe torkolik bele. Magyarország kitettsége óriási, ezen nem lehet egyik napról a másikra változtatni, és szerintem muszáj okos politikát folytatni annak érdekében, hogy egész egyszerűen a társadalmi béke, a nyugalom és az energiabiztonság fennmaradjon. Ettől függetlenül lehet ezt Európa elitje felől orosz párti politikának bélyegezni, de az meg hatalmi célokat szolgál. Azt akarja mutatni ez a bélyeg, hogy Orbánt és a magyar kormányt rá akarják szorítani bizonyos dolgok megtételére. Ez egy másik játék. És azt gondolom, hogy ha én most ebbe a stúdióba elmondom azt, hogy Magyarország nem Oroszország párti, hanem magyar nemzetpárti, semmit sem jelent a nagy európai játéktér kérdésében, ahol ha valaki bekapcsolja a sportcsatornákat, látja, hogy ki van érve, hogy Ukrajna, meg PiS, szóval egész Európa Ukrajna párti, miközben senki sem beszél a békéről, hanem mindenki a háború hát kiélezésében érdekelt. Legalábbis a szankciós politika, a jelszavak politikája, a fegyverszállítások kérdése ebbe az irányba mutat. Ugye akkor, ahogy az eddigi beszélgetés alapján, akkor tehát a fegyveres konfliktusban nem érdekeltek, de úgy tűnik, hogy addig húzzák azért ezt a konfliktust, mint a rétes tésztát, hogy Oroszország minél rosszabb állapotban legyen a végén. Tehát ki akarják maxolni, de úgy, hogy még elkerüljük azt, hogy fegyverre kelljen igen, harcolni. Igen, hát
korábbi vitáimból próbálom összehámozni azt az érvkészletet, amit a liberális vita partnereim mondtak. Ugye az ő kiinduló pontjuk az volt, mert én megkérdeztem tőlük, hogy mi értelme van a szankciós politikának. Mindenki látja, hogy Európa nehéz helyzetbe kerül. Nézzük meg akár a magyar-német állapotokat, de egész Európáról szó van. Tehát energiaárak, élelmiszerárak, nem akarom folytatni, mindenki tudja ezeket a tényeket. És erre egy liberális azt válaszolta, hogy na de Oroszország az agresszor, elkövetett egy agressziót Ukrajna ellen, és erre Európának válaszolnia kell. Valamilyen választ kell adnia egy agresszor lépésére. Fegyveres konfliktus nem akar, a szankciók a válasz. És akkor oké, én azt mondom, rendben van, tehát ha valakinek van egy morális meggyőződése, meg lelkiismerete, és állást akar foglalni egy olyan konfliktusban, aminek egyébként Európa eredendően nem része, tegye. De akkor is feltehető ez a kérdés, hogy a szankciók azok célra vezető eszközöke az agresszor megbüntetésére, és arra, hogy egyébként mi, akik nem vagyunk része ennek a fegyveres konfliktusnak, a lehető leginkább kívül tudjunk maradni a háború hatásain. Én azt gondolom, hogy az eddigi események azt mutatják, hogy nem megfelelő eszköz az agresszor megbüntetésére, mindenki megnézheti Oroszország gazdasági adatait, legalábbis közép és rövid távon nem, és hogy Európa megszenved a szankciók hatásaitól, és egyébként a háború gazdasági hatásai itt vannak, és szerintem Európa ludasabban, hogy nem tudta mondjuk körülkeríteni ezt a fegyveres konfliktust, és a hatásaitól megvédeni magát. Ezt én nem nevezném érzéketlen álláspontnak, hanem visszatérnék a politikai felelősség kérdéséhez. Szerintem minden megválasztott nemzeti vezetőnek az a feladata, hogy elsősorban a saját polgárai érdekeit képviselje. A magyarok pedig már a választási kampány során is elmondták, hogy mit akarnak. Békét akarnak? Ki akarnak maradni ebből a háborús konfliktusból? És mégis napról napra az aggasztó hírek azt mutatják, hogy sodródunk bele. Visszatérek egy picit még a Magyarország megítéléséhez, így a nyugat szempontjából. Mennyit rontott a megítélésünkön az, hogy Ukrajnával elég mélyen vannak ugye a kapcsolataink, illetve Zelenszky többször Magyarországot konkrétan is említette, és nem túl hízelgő szavakkal illette akár az országot, akár a kormányfőt. Ez számít egyébként, vagy ez igazából egy színház, és nem ez a fő kérdés? Hát Magyarország image, amióta jobboldali kormány van, azóta nem túl jó Európában. Én emlékszem a 2010-es reformokra, meglépésekre, amikor az Orbán kormány először lépett hivatalba 2010 után, és hozott olyan döntéseket, amelyek kiverték a biztosítékot Brüsszelben, meg Strasbourgba. Ha másra nem is gondolunk mondjuk az új alaptörvény körüli vitákra, és arra is emlékszem, hogy a magyar miniszterelnöknek mindig el kellett mennie Brüsszelbe, illetve Strasbourgba megvédeni a magyarok érdekeit, becsületét, ki honnan nézi ezt a kérdést. És végig rossz sajtója volt a magyar kormánynak. Általában, amikor ráléptünk a nagyhatalmaknak a lábujjára, akkor mindig megjelentek olyan cikkek, hogy Magyarországon baj van a jogállamisággal, a médiaszabadsággal, és így tovább. Mindenki ismeri ezeket a történeteket. Most ez kiegészült egy új fejezettel. Most egyszerűsítik a kérdést, azért mondtam, hogy Európa hasít a háború kérdésébe. Vannak a jók, akik felsorakoznak a jó ügy mellett, és vannak, akik ugyan, tehát van a gonosz, Putyin, és vannak, akik nem sorolhatók be a jók közé, mert érthetetlen az a politika, amit képviselnek, mi az, hogy békét akar, meg szankció ellenes, akkor mivel a hasító gondolkodás nem ismer három pólus, csak kettőt, akkor mi átkerülünk a rossz oldalra. Azt gondolom, hogy nem jó az imidzsünk a nyugati sajtóban, ezt mindenki empirikusan le tudja ellenőrizni, de vajon mi a fontosabb? Hogy jót mondjanak, vagy gondoljanak rólunk, vagy hogy megoldja egy választott politikai vezető azt, hogy Magyarországon legyen energiabiztonság, alacsonyan maradjanak, amennyire lehet az árak. És mondjuk a magyar, hát nem tudom, férfiakat, gyerekeket megóvja attól, hogy hadba kelljen vonulni egy olyan háborúban, ami nem a mi háborunk. Igen, ez érdekes kérdés, mert ugye Giorgia Meloni egyébként ukrán pártinak minősíthető, mégse túl jó az imidzse. Hát igen, mert az a baj, hogy a jobb oldalnak nincsen jó imidzse Európában. Tehát, hogyha megfigyeli a híreket, nem akarom nevesíteni, magyar lapról van szó, brazil választás, tudjuk az eredményt, mi a szalagcím, az a szalagcím, hogy Orbán Viktor szövetségese vesztett Brazíliában.
Nyert Meloni Olaszországban, mi a szalagcím? Posztfasiszta erők nyertek Olaszországban. Tehát ha Orbán szövetségese nyer, akkor Orbán neve nincs leírva. Ha Orbán szövetségese veszít, akkor természetesen Orbán szövetségeséről van szó. Azt gondolom, hogy ez az egész összefügg az Orbán Viktor által képviselt politikával, ami szerintem egy elitellenes politika, az európai állampolgárok álláspontján áll, ami nagyjából azt akarja, hogyha az elmúlt 12 évet feltérképezzük, hogy mindenkinek joga van minden nemzetnek dönteni a saját ügyeiben, ne szóljon bele ebbe senki más, nem akarunk migrációt, keresztény kultúra megvédése, család. Ezek úgy látszik, hogy ma szitokszónak bizonyulnak Európában, az európai elit szempontjából, és aki ilyesmi vagy ehhez hasonló gondolatokat képvisel a politikai csatatéren, az rögtön átkerül a szalonon kívülre, és különböző jelzőket kap. Szélső jobboldali, posztfasiszta, és így tovább. De akkor itt egy szélesebb értelembe vett ideológiáról beszélhetünk, amelyben nyilván ez az orosz-ukrán háború, ez egy adalék. Ha összefoglalóan lehetne mondjuk körülhatárolni ezt az ideológiát, ezt a baloldali vagy az európai elitek által preferált ideológiát, akkor az mi lenne? Hát ostobaság? Hát nem tudom, tehát én nem akarom ostobának bélyegezni őket, mert ez egy kézenfekvő magyarázat lenne. Miért akarnak elfogadni még egy újabb szankciós csomagot, látva az európai polgárok elégedetlenségét? Miért hajtják az LMBTQ propagandát, látva az ellenállást, és így tovább? Azt hiszem, nem az ostobaságba keresendő a magyarázat, és az ideológia szerintem nem meghatározó kérdés. Szerintem az ideológia az egy maszk, vagy egy külcsíny, de hogy a legmélyén ennek a történetnek szerintem az érdekek állnak. Csak az érdekek révén tudom magyarázni, hogy mi történik ma Európában, Európa miért képvisel ilyen álláspontot, és nem abban az értelemben használom az érdekszót, hogy ez Európa érdeke, hanem azt gondolom, hogy ez néhány elitcsoport érdeke Európában. És igazából lenyűgöző az a politika, amit ki tudtak fejleszteni a demokrácia maszkja alatt, hogy van egy elit, hívhatjuk brüsszeli elitnek is, de az egyes nagy államokban is megvan ennek a képviselője, akik elszakadtak a választópolgároktól, elfojtják a vélemény gondolatszabadságot, a vélemény és gondolatszabadságra hivatkozva, értékelik, zsűrizik a renitens államokat, ráadásul visszatartják a pénzeket, tehát kezükben a pénztárnak a kulcsa, és teljes mértékig uralják az európai nyilvánosságot, és a feketéről be tudják bizonyítani, hogy fehér. De gondoljunk bele, ezek bonyolult kérdéseknek tűnnek a legélesebb kérdésben, a háború kérdésében. Ki szeretne háborút? Papíron senki. Aki nem szeretne háborút, az mit akar? Nyilván békét akar. De ha megfigyeli az európai közvéleményt, mármint az európai elit által uralt sajtót és nyilvánosságot, a békére való hivatkozás hiányzik a közbeszédből. Mindenki még több fegyvert akar küldeni, még több szankciót akar életbe léptetni, és itt vannak ezek a renitens magyarok, akik meg azt mondják, hogy tűzszünet és békekötés. Erre meg azt mondják, hogy Putyin trójai falova. Hát nem őrület ez a világ, amiben élünk. Szóval ilyen szürreális politikai harcmezőn kellene érdeket érvényesíteni, megvédeni a magyar nemzeti érdekeket, biztosítani az energiabiztonságot, és így tovább. Ellenszél van.